Ezért elmentem a mondókonra, mert szeretnék barátkozni, meg érdekes programokra menni. Ghetto cosplay, kapsz kartonpapírt, meg egy órát, hogy csinálj egy jelmezt. Kezdés 11-kor a hátteremben. Szuper! Ez olyan igazi introvertált bulinak hangzik, tuti szerzek új barátokat. 9-kor a kapuban, vége láthatatlan sorban állok. 13:30-ra amúgy be is értem, mert 5000 fős rendezvényre két pénztáros pont elég. Na mi van mondókon, nem futsz a pénztárosra? 14 órakor meg is találtam a hátcsarnokot, a Ghetto cosplaynek már az emlékesen volt ott. Jó, hát akkor tudunk cosplayesőket fotózni, meg engedni az impulzus vásárlás keserédes örömének. Második fotó után már azon gondolkodom, hogy ezt lehet, hogy be kéne fejezni. Mert ilyen lányoktól fényképet kérni, az már kb. Szexuális zaklatás és összehajtogat a biztonsági őrt. Aki amúgy nincs is, mert minek. Na mi a mondókon, nem fuss a biztonsági őrre? Úgyhogy meg is untam az egészet, 16 órakor már az autóban ülök, és hazafele azon gondolkodom, hogy minek vettem 20.000 forintért egy babát egy olyan szereplőről, akit nem is ismerek, egy olyan sorozatból, amiről nem is hallottam. Utálom magam, hogy eljöttem, de fél évvel később a haverom meséli, hogy ha egyedül érzed magad, akkor a mondókonon nagyon könnyű új barátokat szerezni. Ezért elmentem a mondókonra, mert szeretnék barátkozni, meg érdekes programokra menni. Ghetto-kon...